A mozgalmas programok után pedig egy kis pihenés következik, méghozzá könyv formájában. Vékulcsár Ildikó érkezik hamarosan Nyíregyházára, hogy bemutassa legújabb könyvét. Vendégem az esemény szervezője, Stig Gyula. Jó estét, szervusz Gyula. Szervusz, Magdika. Ugye te, mint a Váci Mihály Irodalmi Társaság vezetője, közel állsz a kultúrához, az irodalomhoz, nem csak a költőkhöz, hanem az írókhoz. És ha jól tudom, akkor Vékulcsár Ildikóhoz, aki egyébként a Nőklap azt hiszem, hogy szinte minden néző számára egy nagyon ismert és kedvelt személyiség, hozzá is mondhatni, hogy már baráti kapcsolat fűz. Hát úgy nagyjából igen, bár az igazság az, hogy a baráti szó egy kicsit szorosabb köteléket feltételez, de kapcsolatban vagyunk, és rendszeres e-mail és telefonváltásban, úgyhogy az ismeretségünk tényleg régebbre datálódik. Hát olyannyira, hogy volt is már Ildikó itt Nyíregyházán, volt egy bemutatója, egy előadása, amikor a Bencs villába találkozott az olvasóival. Most viszont egy kicsit nagyobb lélegzett vételűre tervezitek ezt az estét, hiszen a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály nagy termébe várjátok az érdeklődőket, mégpedig jövő héten péntek este 5 órakor érkezik így majd van. Az újságíró ide Nyíregyházára. Így van. Az igazság az, hogy miután én a Bencs villába tavaly olyan ősz vége fele megtartott bemutatóján ott voltam, és amúgy is az írásait én bármire hihetetlen nagyon szeretem, független attól, hogy ugye nőklapjában jelenik meg, és általában a nőklapját a nők szokták elsősorban preferálni, de a stílusa, az írásai, a különböző, az írással párhuzamosan megjelenő riportoknál a tanácsai annyira találóak, és annyira szimpatikusak, és annyira megnyerőek, legalábbis számomra, valamint az előéletét, ahogy megismertem, és nem beszélve arról ugye az újságírói teendőnek, a női újságírók között, megmondom őszintén, országos viszonylatban talán az egyik legsikeresebb újságírónak tartom, nem csak azért, mert minden héten megjelenő heti labba rendszeresen 2-3 óra a cikkekkel jelenik meg. És közben elkérem, mert 2 könyvet is szorongatsz itt a kezedbe. Igen, mert ugye mondtad, hogy te a Nőklapjából ismered. Igen. És nyilván sokan a könyvesboltból is, hiszen Ildikónak, ha jól tudom, ez már talán a 12. kötete? Nagyon jól tudod, ez pont a 12. és itt Nyíregyházán most kerül tulajdonképpen bemutatásra. Tehát közönség találkozó, és egyúttal tulajdonképpen a könyvének a bemutatása is. Na most azzal a különbsége, hogy nem csak a most megjelenő könyve volna ott helyszínen dedikálása, nyilván, hogy egybe kötve megvásárolható, hanem az előtte korábban megjelent könyve is. Na most érdekessége talán a dolognak az, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy mindig aktuális témákkal foglalkozik, és miután őnek is 5 gyerek nevelődik a családjába. Ezért érthetően az írásai döntően e körül a dolog körül mozog állandó jellege. Egy kritikusától olvastam ugye, hogy anyaként, nőként gyakorlatilag az anyaság, a nőiesség minden életszakaszát átélte, és most itt ebben a kötetben az Anyák, Nagyik és Más Szentőrültek címmel talán már egy nagymama korban született írásokat is olvashatunk. Persze az Ildikó nem látszik, mert hogy roppant fiatalos és nagyon jól néz ki. Jól is tartja magát. Igen. Viszont egy kritikusa azt írja, hogy ami minden egyes kötetben visszaköszön, az a világhoz való hozzáállása, a szeretet és az az optimizmus, ami átsugárzik mindenen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki, aki életvezetési problémákkal küzd, egy kicsit depressziós, vagy csak szeretne az édesanyjának, barátnőjének, bárkinének, például akár
tanácsokat adni, vagy ezeket a könyveket tényleg dedikáltan megszerezni, az jó, hogyha ellátogat erre a rendezvényre. Úgyhogy az időnk sajnos lejárt, de tehát Kodály Zoltán általános iskola jövőjét péntek este reméljük, hogy nagyon 17 sokan. 17 órakor kezdődően. És esetleg még csak annyit, hogy a 12. könyveként ugye megjelentetve a családjából merítve sokszor a témát olyan könyvekkel jelenik meg, a mindennapi gyakorlatban életvezetési lexikontként is tulajdonképpen használható. Tehát nagyon gyakorlatias, nekem nagyon tetszenek az írásai. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.